Immáron 5. alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei Családi és Missziónap Szekszárdon, ahol számos programmal várták a város lakosságát. Nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek, gyülekezeti tagjainknak legyen lehetősége egy olyan találkozásra, ahol együtt vannak, együtt élik meg, hogy ők az evangélikus egyházhoz tartoznak, és közben pedig olyan programok legyenek, ahol tényleg talán egy kicsit építőleg tudunk együtt lenni, olyan tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, módszereket hallhatunk, vagy ötleteket, amelyekkel azt a pici közösséget is mégiscsak egybe tudják tartani. A családtól a közösségig tartott előadást Süveges Gergő és felesége, akik az összetartozásra és a közösség erejére hívták fel a figyelmet. Közösségben tudunk élni, és a magánytól meg menekülünk, úgyhogy ez egy elemi törekvése mindannyiunknak, hogy közösségben legyünk. Arról nem beszélve, hogy hát Jézus is ezt mondja, hogy ahol ketten, hárman összegyűlnek a nevemben, ott én is ott vagyok közöttük. Úgyhogy én igazából nem valami csábítgatásról beszélnék, vagy pecázásról, vagy horgászásról, hanem annak az elemi igénynek a felismeréséről, hogy szeretnénk közösségbe tartozni, szeretnénk együtt lenni másokkal. Előadásukra olyan közösségfejlesztő eszközrendszert hoztak, mely segítségével szempontokat kaphatunk, hogy lehessünk egy közösség értékes tagja. Mindannyian más tudunk hozzáadni a közösség működéséhez, a közösség életéhez. És egyrészt azt megtapasztalni, hogy én személy szerint közösségbe kapcsolódva, közösségi tagként, mivel tudom gazdagítani a közösséget. Azt megtapasztalni, hogy a különböző tagok különbözősége, más-más karizmája, adománya, tehetsége, hogy adódik össze, és lesz valami más minőség több belőle. Kihangsúlyozták, hogy az egyes tagok sokszínűsége adja az igazi közösségteremtő gazdagságot, ahol mindenki értékesnek érzi magát, és ezt hozzáadva értéket tud teremteni az emberek számára. Ezzel pedig maga a közösség is vonzóbbá és megszólítóbbá válik mindenki számára.